Ha a munkavilágáról akarunk beszélni, és meg akarjuk érteni, hogy hogyan mozog ez a magyar társadalom, vagy akár a világ, hogy hogyan mozog, hiszen arra épül fel a társadalmunk, hogy dolgozunk, két kezünket, két lábunkat, eszünket, valamilyen cél szolgálatába adjuk, eladjuk, vagy akár magunk termelünk valamit. Ebből tevődik össze társadalmunk építőkövenként. És amikor arról beszélünk, hogy munkavilága, munkaerőpiac, akkor valójában nagyon-nagyon sok rétegéről beszélünk ennek a rétegnek. Ebben a pillanatban például így kora délután a magyar társadalom 24%-a dolgozik. Vagy éppen egy autóban van és ott végzi munkáját, vagy éppen egy irodában, vagy egy kórházban, vagy bármilyen hivatalban intézi mások ügyeit. És ezért a munkáért ellenszolgáltatást kap. És még éjfélkor is társadalom 1%-a vagy mentőautót vezet és abban ülve orvosként segít, vagy pedig rendőrként a közrendre felügyel, vagy akár három műszakban dolgozik valamilyen gyárban. Folyamatosan munkában töltjük az időnket, és így alakul a társadalmunk, folyik az élet. Ha meg akarjuk érteni, hogy hogyan tevődik össze a munkavilága rétegenként, akkor először is arról kell beszélni, hogy néz ki a társadalom. És ebből a szempontból három részre osztható, és nagyon egyszerű lehet ezt három részre osztani. De igen, a munkavilága előtt lévők, ezek ugye a gyermekek, a munkavilága után lévők, ezek az időskorúak, nyugdíjasok, és hát van az aktív társadalmi réteg, amit általában úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a 15 év és 64 év közöttiek. Ha megnézzük a magyar lakosságot, 9,9 millió ember él körülbelül Magyarországon. Amikor a munkavilágáról beszélünk, akkor ugye említettem, vannak az aktív korúak, ők a 15-64 éves közötti korosztályt jelentik, és hát bizony az ő számuk sajnos folyamatosan csökken, ahogy a társadalmunk előregszik, és hát egyre kevesebb fiatal születik, és hát nyilván így az idők haladtával többen kikerülnek ebből. Csak hogy érzékeltessem ennek a mértékét, rendszerváltáskor ebből a 15-64 éves korosztályban még 6,9 millió ember tartozott, ma körülbelül 6,5 millió ember, és hát körülbelül azt látjuk az előrejelzések alapján, hogy 2030-ra 5,6 millió emberre csökken. Tehát jócskán lecsökken az a létszám, és hát nem is beszélve arról, hogy ez 2050-re a 4,5 millió körül is lehet. Azaz magyarán egyre kevesebben leszünk, akik elvileg munkára képesnek számítunk. Mondom elvileg, hiszen hát azt látjuk, hogy ha például emelkedik a nyugdíjkorhatár, akkor kénytelenek lesznek egyre többen az idősebb korosztályból is dolgozni, bemaradni a munkavilágában. Amikor 2008-ban megnéztünk egy pillanatképet, 2008-ban a gazdasági válság kezdetekor, akkor az idős magyar lakosság, 60-64 év közötti magyar lakosságnak körülbelül olyan 13%-a dolgozott. Ezzel szemben a legutolsó adatok szerint most 2016-ban 8 évvel a gazdasági válság után ez felemelkedett 30% fölé. És nem feltétlenül arról van szó, hogy most a munkaerőpiac több 60-64 év közötti embert keres magának, nem arról van szó, hogy tágítani kezdtük a nyugdíjkorhatár emelésével az aktív korban, aktív munkában töltött időszakot. Ha megnézzük, hogy az aktív korúak közül mennyien dolgoznak százalékos arányban akkor, és ezt hívjuk úgynevezett foglalkoztatási rátának, akkor a magyar lakosság 64%-a körülbelül 2015-ben dolgozott. Ez elsőre talán ilyen meglepően kicsi számnak hangzik, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy nem olyan dráma, olyan kicsi, mert mondjuk Németországban is 70% fölött van, Ausztria is ilyen körülbelül 71%-onál. De mégis, hogyha versenytársainkhoz hasonlítjuk, hogy megnézzük Csehországot, ahol körülbelül 70%-os szint, akkor az látszik, hogy hát van hova fejlődni. És csak játszunk el egy egyszerű játékot. Ha a magyar társadalomban többen dolgoznának, mondjuk elérnénk a cseh országi szintet, akkor ez nyilvánvalóan többlet adó- és járulékbevételt jelentene a közös kasszánkban. És ebből a többlet adó- és járulékbevételből, hiszen több ember dolgozik, az pénzt keres, és hogyha mondjuk csak azt számoljuk, hogy átlagbéren dolgoznak átlagosan, akkor ebből a pénzből tudnak költeni. És hogyha költenek, akkor ez nyilvánvalóan újabb adóbevételeket jelent az államnak. Nagyságrendileg úgy lehet becsülni, hogy ha elérnénk 2000
15-től hirtelen odaugranánk a csehországi szintre, akkor hirtelen lenne a költségvetésben, közös kasszánkban 500 milliárd forinttal több, amit el lehetne költeni. Akár adók csökkentésére, egészségügyre, oktatásra, bármilyen olyan támogatásra, amelyet közösen azt gondoljuk, hogy jó lenne. Olyan jól is hangzik ez a történet, és csak az a kérdés, hogy ezt meg lehet-e tenni egyáltalán. Van-e, szakszóval mondva, ekkora tartalék a munkaerőpiacon? És hogyha ezt megnézzük, akkor meg kell értenünk, hogy kik azok, akik dolgoznak, és kik azok, akik nem dolgoznak. Amikor az aktív társadalomról beszélünk, akkor három csoportra lehet őket osztani. Az első, nyilvánvalóan a legnagyobb kör azok, akik dolgoznak ebben a pillanatban, és valahol foglalkoztatottak, vagy foglalkoztatnak. A második, ez a legkisebb csoport, a munkanélküliek köre. Ez körülbelül ilyen 3,5-5% között mozog. Ennyien keresnek aktívan maguknak munkát, vagy hát mondják azt magukról, hogy akár el tudnának menni dolgozni. Ebben a munkanélküli körben, és lényegben három csoportra lehet sorolni az embereket. Az első, és ők vannak a legnehezebb helyzetben, akik már több mint egy éve nem találtak maguknak munkát. Azaz, hogyha hirtelen azt mondanák nekik, hogy itt a lehetőség, és élj vele, akkor lehet, hogy már a munkaképességnek a szintje sem olyan. Már maga az a szint sem, hogy 8 órát eltöltsen egy munkahelyen, sem biztos, hogy olyan, hogy erre alkalmas lenne. Nyilvánvaló, velük a társadalomnak kell kezdenie valamit. A második csoport, akik azt mondják, hogy egy évnél kevesebb ideje keresnek munkát, de bármikor el is tudnának, munkába is tudnának állni. Ők jelentik a munkanélkülieknek körülbelül a felét. És a harmadik az a legkisebb csoport, akik lényegében már nem is munkanélkülek, hiszen megtalálták maguk számára a megfelelő munkáért, csak még nem álltak sorba. És van egy harmadik csoport, a foglalkoztatottak, munkanélküliek, és utána van egy harmadik csoport, ezek az úgynevezett inaktívak. Az inaktívak jelentik az egyik nagy tartalékát a magyar társadalomnak munkaerőpiaci szempontból. Az inaktívak közé soroljuk a nappali tagozatos hallgatókat, akik már betöltötték a 15 évüket, de lehet, hogy még középiskolában, főiskolán, egyetemen, vagy pedig valamilyen szakoktatásban tanulnak. A második nagyobb csoport, akik ide tartoznak, azok a nyugdíjasok, akik a 64 év alattiak, de már valamilyen fajta nyugdíjszerű ellátást kapnak a társadalomtól. Ide tartoznak a kisgyermekeket otthon nevelő édesanyák, akik gyeregyest kapnak, akár vissza is térhetnének a munkaerőpiacra szinte bármikor. Nyilván ennek két akadálya van, vagy nem kapnak megfelelő díjazásért munkát, vagy pedig úgy gondolják, hogy ők szeretnék azt az időt otthon tölteni a gyerek nevelésével, és nem akarják kiadni a kezük közül, vagy akár bölcsödébe, óvodába adni. Ide tartoznak az inaktívak közé azok az emberek, akik valamely családtagjukat otthon ápolják, gondozzák, ezért ápolási díjban részesülnek. És ide tartoznak például a szociális ellátást, szociális támogatást kapók, akik valamilyen fajta, akár egészségkárosodásuk, akár mentális problémáik miatt nem tudnak olyan automatikusan a munkavilágába visszatartozni. Ők jelentik azt a tartalékot, amivel lehet élni, amivel lehet valamit kezdeni, és a mindenkori kormányoknak egy feladata például, és ez mondjuk, hogy ha lefordítjuk, akkor a magyar társadalom esetében, hogy arról a szintről, ahol jelenleg vagyunk, elérjünk arra a szintre, ahol Csehország van. Többen dolgozzunk, és több pénzünk legyen a közös kasszában. Beszéltem a munkaerőpiac rétegződéséről abból a szempontból, hogy vannak a munkavilág előtt lévők, ugye ezek a tanulók, vagy akár a nagyon fiatalkorú, kiskorú gyermekek, vannak az utána lévők, a nyugdíjasok, néztük ezt a közös halmazt, amiben benne vannak a inaktívak, munkanélkülek és a foglalkoztatottak, és érdemes megnézni a foglalkoztatottakon belül, hogy ez hogyan rétegződik, hogyan lehet őket csoportosítani, és ez azért is érdekes, hogy jobban megértsük, hogy akik dolgoznak, azok milyen módon vesznek részt a munkavilágába. Vannak, akik alkalmazottként. Vannak, akik vállalkozások tagjaként, és ilyen módon lényegében akár alkalmaznak is másokat. Vannak, akik segítő családtagként a családi vállalkozásban közreműködnek.
Aztán lehet úgy is csoportosítani őket, hogy vannak a határozott idejű foglalkoztatottak és a határozatlan idejű foglalkoztatottak. Aztán vannak a részmunkaidősök, akiknek nem éri el a napi foglalkoztatása az átlagban 8 órát, és vannak a teljes munkaidőben dolgozók, akik meg ugye átlagosan 8 órát dolgoznak. De csoportosíthatjuk ugyanis a foglalkoztatottakat, és ez egy érdekes megközelítése a dolognak, hogy vannak az állam által fizetett dolgozók, vannak a versenyszférában a magánszféra által fizetett dolgozók, és a kettő között van egy érdekes halmaz, de nem jelentéktelen mennyiség, ezek pedig a közmunkások. Akik egyszerre az állam által fizetettek, de mégis valamifajta versenyszféra jellegű munkát végeznek. Az állam többféleképpen foglalkoztat embereket. Egyrészt ide tartoznak az állami vállalatoknál dolgozók. A MÁV-nál, a postánál, a villamosműveknél, az erdészeteknél. De ide tartoznak a tanárok közoktatásban, felsőoktatásban, ide tartoznak az egészségügyi intézményben dolgozók, kivétel akkor, hogyha speciális szerződéses viszonyban, például a házi orvosok, ezt nem számoljuk ide, de ide tartoznak azok a hivatalnokok, akik a minisztériumokba, kormányhivatalokba, önkormányzatoknál találkoztunk, de ide tartoznak a rendészek, a rendészetet ellátó fegyverestések tagjai, rendőrök, ide tartoznak az igazságügyi rendszer, a bírák, ügyészek, vagy a fegyveres testület, a honvédség tagjai. Nagyon sok régiszerződés, de mégis igazából egy összeköti őket, hogyha gondolkodunk közösen a munka világáról, ez pedig az, hogy ők úgy értelmezzük, hogy az adóforintjainkból élnek. És van egy olyan nagy megközelítés, főleg a vállalkozói szférában, hogy hát ők ez eltartottjai a társadalomnak. Miközben hát ők is termelő tevékenységet folytatnak, hogy csúnya szóval éljek. Hiszen ha tanárok akkor előállítják a következő nemzedéket arra, hogy képes legyen a munka világában megfelelőképpen helytállni. Hogyha egészségügyben dolgoznak, akkor feladatuk, hogy a munka világa számára rehabilitálják azokat, akik átmenetileg kisebb, rövidebb időre elvesztették munkaképességüket. Betegek lettek, vagy pedig bármifajta munkai balesetet szenvedtek. A bürokrácia fenntartása azért szükséges, és nem eltartottnak minősül a rendszerbe, hiszen ez működteti azokat az adminisztratív funkciókat, amely révén akár a vállalkozások képesek működni, akár a fogyasztót képes valaki megvédeni, akkor, hogyha mondjuk a munkavilágában, vagy pedig akár mint fogyasztóként a társadalomban megjelenik.